Sziasztok! Van rajtam ruha, várjál, csak tökre nem látszódott. Még egyszer. Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon a mai nap! Nagyon izgalmas lesz. Azt találtátok ki, hogy 24 óráig popcorn között legyek a kádban. Na de azt hiszitek, hogy milyen gyorsan megvan egy ilyen YouTube videó. Gondoltam, a maiba egy kicsi betekintést engedek a folyamatokba. Szóval készítsük elő a 24 órás kihívást. Tessék! Nézzük, az első popcorn készen áll! Pattogtassunk! De jó illata van. Első, második, harmadik. 8, 9! 10, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Olyan jó illata van, imádom. Levágta az áramot! Nem már, hát még csomó van. Hogy fogom ezt megcsinálni? Ezt nézzétek meg. Még kb. Csak a felénél tartunk. Na, király! A mikro túl melegedett. Hagyományos módszerrel is lehet pattogtatni a kukoricát, szóval csináljuk meg úgy. Úgy bele van ragadva ettől a vajtól, hogy konkrétan késsel kell így kikaparni. Ki is pattogtattam az első nagy mennyiséget. Jöjjön a következő adag. Egy szuperkönnyű, kevergetés nem igénylő étel, mely serpenyőben készül. Na de nem is húzom az időt tovább, azért egy neves videó megint jönni fog. Tessék! Gyertek, vicceljük meg a tesót! Bocs, tesó! Kezdjük az első zsákot. 24 óra. Át van teli popcornnal. Nézzük! Na jó, viccelek. Ezt még ki kell bontani. Three hours later. Nagyon izgi! Hú, ez a popcorn illat, meg ilyen kis langyos, még jó is lesz belemenni. Ú, de fura érzés! Akikért popcornt, írja meg kommentbe és dobom. És elfelejtettem, hogy van még egy zacskó. Jöhet! Wow, nagyon sokat kipattogtattunk. Ide nézd, ez rengeteg. Ez nagyon durva. Kell éjszakáznom. Legalább nem fogok fázni. Betakarom magam, és akkor nem fázom. Kicsit azért bök. Au. Ő reggeli, ebéd és vacsora. 10 órai meg desszertnek is itt van. Bajba vagyok, mert nem tudom használni a mobilomat. Magyarán nem tudom az időt, és úgy van beállítva, hogy kint meg fog szólalni az ébresztő, és akkor telik le a 24 óra. Azért mobil nélkül itt unatkozni fogok. Hogy mit csinálhat az ember 24 órán keresztül egy kád popcornban? Mutatom. Lehet például dobálózni. Először megpróbálom a lábamat. Hányadikra találom el? Egy nem. Nem lehetek ilyen béna! Na jó, az egyik sikerült. És természetesen egy kádba mit lehet húzni? Hátúszás! A lábakat! Írjátok meg kommentbe amúgy, hogy ti miket csinálnátok ebbe a helyzetbe. Én nem fogok itt unatkozni, eldöntöttem. Szépen messze! Milla, gyere, van kaja! Kihozzon nekem meg itt, szomszédok, ha-ho! Live-ozok. Sziasztok! Szia Anna! Szia Leila! Szia Balázs! Szia Noel! Én most éppen egy YouTube-ot veszek fel. Ki kéne festenem a körmömet is. Ez egy pók! Egy műanyag pók.
dopo, még így is annyira gusztustalan és rémisztő. Fú, nem bírom az ilyen pókokat. De unalom van. Valaki! Ez? Mi világít itt? Kapcsoljátok már vissza, ne szivassatok! Ahó! Nem hiszem el. Nem elég itt kibírni 24 órát, és akkor még ilyenek vannak. Ráadásul ez világított. Nagyon szomjas vagyok. Muszáj megnyitnom. Csak egy kicsit, hogy ne ázzon el minden. Jaj! Hallottátok ezt a kopogást? Tuti, hogy most éjfél van, vagy éjjel 3 óra, mert azt mondják, hogy ebben a két időpontban szokott ilyen paradolog történni. Hogy kezdek félni? Anya! Vagy? Ez már lehet a Halloween-nak az előszele. Úristen, biztos a szellemek már készülnek. Ó, már nagyon kell pisilnem. Tehát ebben nem szabad pisilni, hát ebből eszek. Léci, legalább a felén legyünk már túl. Olyan, mint hogyha már 5 napja itt lennék. Unalmas a kaja, már rá se bírok nézni. Oly, alszok. Csörögjön már az óra. Mintha már 10 napja lennék itt. Lejárt az idő! Teljesítettem a 24 órát. Kicsit popcorn illatúan, de nem baj, mindjárt lefürdök jó kis húsfürdővel. Ez nagyon izgi volt. Anya, nagyon fáj a hasam. Persze, mert állandóan telefonozol. Nem is. Anya! Mi van? Piros. Mi? Nyugi, kincsem van minden. Köszi. Hello, Betty, képzeld el, nagy lány lett. Anya, nem áll. Anya! Mi van? Mondd neki, hogy nem érek rá. Ki ez? Csak mondjad, Léci! Hello? Dorka anyukája. Hangosíts ki, anya! Nem tudok beszélni a Dorkával? Nem. Beteg. Sajnos nem tudsz vele beszélni, mert rekeg. Dehogy. Mi? Ó, mármint, hogy beteg. Köszönöm, jó bulás, neki csókolom. Nincs mit. Ja, várj még egy percet. Igen. Azt üzeni, hogy bocs, te só! Bedugod az új hajvasalómat, anya! Karola, dugd be te! Mi volt ez? Mi történt veled? Jól vagyok. Kis lakás, cserélje nagyobbra. Ezt nézd. Nem bírom, fejezd már be! Ráslat. Várjál! Állj úgy, mintha aludnál. Oké. Okay. Csend legyen már, lányom. Alexa? Sofi, átmegyek egy órára a szomszédhoz. Na, puszi! Oké! Okay. Jobbra mondom! Hello, kincsem, megjöttem. Oké, szia, anya! Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, én ismételtem. Nagyon jól éreztem magam, a legközelebbi YouTube videó pedig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon para lesz. Egy nagyon izgalmas helyszínen lesz forgatva, remélem várjátok már, egy halloweeni kiadás lesz. És természetesen holnap jön ki egy TikTok neves videó. Puszi!